Nagy, öles tölgyek állottak egy kis oláfalutól nem messze, hatalmas birtokon, olyan 10 000 hold körülin. A tölgyfák mellett két szalmakazal volt, alapos két szalmakazal. Annak a tövében volt az én tanyám. Akkor még birkákkal viaskodtam, meg a téli szelekkel, éjjel és nappal. Nappal úgy, hogy a hóval borított nagy síkon témferegtem a birkák után, éjjel meg úgy, hogy szintén csak a birkák mellett áldogáltam egész reggelig. Ez pedig nem éppen irigylésre méltó dolog. Minden esetre egy kicsit gyötrelmesebb dolog, mint váradi káptalannak lenni. Ezt azért mondom, mert a 10 000 hold az övé volt. A váradi káptalani. A két szalmakazal is. A lyukas csizma meg az enyém. Aztán az a lyuk szintén, amit az egyik kazal tövében vájtam. Vár volt az nekem. Menedék. Megenyhülés, ha belé bújhattam. Hogy mennyire jó hely volt, abból tudtam meg igazán, hogy egyszer a birkák ura szörcsizmásan, kesztyűsen, piros arccal kijött hozzám a téli pusztára. S amikor szánkóján oda csilingelt a lyuk elé, nagy szivarjából kék füstöt fújva ide szólt nekem. Te Pista, olyan helyed van itt neked, mint egy miniszterelnöknek. S hogy megmutassa, milyen igaz, amit mond, leszállt a szánkóról, és béleltéli bundájában bebújt a lyukba. Hogy mit láthatott oda bent, nem tudhatom. Csak arra emlékszem, hogy amikor nagy erőlködve, hátrálva visszabújt, köhögött, és szájából eltűnt a szivar. Ez este felé volt. Akkor este pedig karácsony estéje következett. El is felejtettem mondani. Azért látogatott meg a nyáj ura. Bizonyosan így akarta lelkét megóvni attól a vádtól, hogy ő talán mit sem tesz az elhagyottakért. Körüljárta a kazlat, topogott a hóban, nevetett, dicsérte a kitartásomat, amivel a hóviharokat állom. Aztán elővett egy 4 krajcáros pakli dohányt, és karácsonyi ajándékképpen megprezentált vele. Amikor észrevette arcomon az árnyékot, méltatlankodva kifakadt. Taknyos, csak nem gondolod, hogy idehozom neked mindjárt a Dárius kincsét ajándékba? Mit? Örülj, hogy ennyit is kaphatsz. Nem szóltam semmit. Mit szólhattam volna? Rávetettem szemem a birkanyájra, és csodálkoztam, hogy milyen ügyesen durkálják a havat. Minthatán akkor láttam volna először. A nyáj ura megnézett rám egy darabig, majd felült a szánkóra, és elhajtott. De mikor pár száz lépésre ért, nagy üggyel bajjal visszafordult, és hátra csavart nyakkal, ordítva oda kiáltott nekem. A szalmát meg nehogy tüzelni merd, mert én nem fizetek miattad, hallod? Hé! Igen, intettem neki. Ő meg felemelte kesztyűs jobb kezét, és úgy tett, mint mikor valaki szeretettel búcsúzik valakitől. Rázogatta. Ott maradtam. Olyan nagy lett a csendesség a szánkó csengői után, hogy szinte beleszédültem. Úgy éreztem, hogy nagyon kijátszott és nagyon elhagyott lettem egyszerre. Ez érthető is. 16 évet töltöttem akkor. S zsebemben a pakli dohánnyal, arcomon keserűséggel, vártam a szentestét. Igen ám, de úgy alkonyat előtt sűrű, sárga fellegek gyülekeztek. Ólomszínű és tompa sötét lett a táj.
Azonnal elfelejtettem a pakli dohányt, keserűséget, a nyáj urának nyers szavait. Hol volt már az akkor? Bizonyosan vágtatott hazafelé, s szánjának csengői vidáman csengtek. Én meg készülődtem az éjszakai hóviharnak. A csizmámat jól kitömtem szalmával, botom a kezembe vettem, pulimat megsimogattam, s lassan terelni kezdtem egy csomóba a birkafalkát. Oda, az egyik kazal enyhéjébe. Nem volt nyugtom. Jártam körül-körül a falkát. Valami megmagyarázhatatlan, szorongó érzés még a legöregebb pásztort is elfogja az este kezdődő hóvihar előtt. És azután eljött a sötét. Azaz, hogy egy pillanatra felragyogott a téli puszta. A vén tölgyfák megsuhogtak, és elkezdett sípolni a hóvihar. Hogy milyen órák teltek el, minek mondjam. A szűröm csonttá fagyott, a kutyám elmenekült a kazal tövébe, s onnét vakkantgatott felém, a nagy téli zúgásban jelezve, hogy él. Érdekes az, hogy amikor nehezek a pillanatok, mindig történik valami. Valami, ami feloldja a feszültséget. Valami, ami tán nem is nagy dolog, de átsegít a gyötrő pillanatokon. A kavargó, vonagló falka közül egyszer csak kivált egy birka, és megállt magányosan a hóviharban. Mire oda mentem hozzá, már feküdt. Egy kora ellő volt. Egy fekete birka. Pár perc múlva már fuldokolva nyögött a bárány, és reszketett, mert az anyja lehelletét semmivé fúdta az ítélet. Mit tegyek? Vajon van, amit tehetek? Nincs. Hisz én is félig fagyva vagyok. Ezen töprengtem, s tehetetlenül állottam ott, mint aki tudja, hogy nincs kivezető út. És akkor történt valami. Ropogva, durranva, ragyogó fénnyel fellángolt az egyik kazal. Kigyulladt. Mégpedig attól a szivartól, amit az uraság délután kiejtett a szájából, amint bent a szalmajukban megköhögősködött. És lett a püspöki szalmakazal az én 16. karácsonyomon ünnepi gyertya. A táj messze megvilágosodott, a birkák megenyhülve álltak meg a kavargásban. S mire az én szűrömből kiolvadt a fagy, már a fekete birka is vígan állt a tűz előtt, és szoptatott. Azt nem tudom, hogy a nyáj ura kifizette a püspöknek a szalma árát valaha. Csak annyit tudok, hogy a tűz nélkül akkor, azon a karácsonyi éjszakán megfagytam volna. Arra még emlékszem, hogy karácsony reggelén, a vihar után ragyogva sütött fel a nap, s ahogy a falka elindult legelni, a fekete birka mindjárt-mindjárt visszafordult, és csalogatta az ő karácsonyi báránykáját. Az eleinte gyáván, majd mind bátrabban merészkedett utána, nagyokat szökve a hóban. És akkor nap néha-néha nagyokat futottam, és elfogtam a gyönge kisbárányt, s odafogtam jól a szűröm alá. Így játszottam magamnak karácsonyt. Azt hiszem, még ma is azt hiszem, hogy kettőnk közül én voltam az árvább.